Hova lett Gál Magda? Van is mit dicsekedni ők a bodokiaknak a savanyú vizükkel. Ha megszoktuk az édes vizet, hát isszuk az édesvizet, és nem vágyakozunk a savanyúra. Víz, víz! Hiába állították oda a határőrző Szent Vendelint a Csevice háta mögé, több galibájuk volt már vele, mint amennyi gyönyörűségük. Igaz, hogy jó erős víz, a verebet, fecskét, ha nem magasan röpül fölötte, megkábítja, megfojtja úgy, hogy az halva bukdácsol bele a levegőbe. Sok apró madárnak lett a temetője, mert minek jár alant, aki magasba termett. Az se utolsó dolog, hogy mikor csépelni mentek erre nagy rajokban a brezinai tótok, az egyik, aki megszomjazott közülük, széles kalapjával merített belőle, s úgy ivott egy nagy kortyot. Emberek, mondá hüledezve, bor, veszek meg, ha ez nem bor. Megízlelték egymás után. Persze, hogy bor, csak hogy nagyon meg van keresztelve. Mohón nekiestek erre, s abban a tudatban, hogy csak ugyan borban dúskálnak, becsíptek a tótok, s olyan táncolást, dalolást vittek végbe a kút körül, hogy egész bodok összeszaladt a csodájára. Hanem aztán volt emiatt a kút miatt hiba is, mikor azt a határigazgatási pört vitték a majornokiak ellenük, s megnyerték a felső réteket, úgy, hogy immár a kút is az ő határukba esett. A prókátor felszámította az eddigi haszonélvezetbe a savanyú vizet is, melynek használata 27 esztendő óta naponta egy váltó forinnyi hasznot eszközölt, minden bodoki ember egészségi állapotában. Minél fogva most ezen kártétel egy kerek summában lézen visszatérítendő a majornokiaknak. No, ha ezt így ítéli meg a tekintetes vármegye, nem csak az egész határ úszik utána kútnak, de a hajszálaik sem az övék többi. A rétet már nem sajnálták, a Szent Vendelinen is segítettek rávésetve, hogy ezen Szent Bodok helység költségén emeltetvén ámbátor most kápolnástól mindenestől a majornoki határban vagyon, mindazonáltal a bodoki határra ügyel fel de bezzeg a kút, vagyis az újonnan támasztott követelés miatt nagy rémület volt a faluban. Nem is tudom, mi lett volna a vége, ha észre nem térnek, s nem fogadnak ők is egy ügyvédet, aki megint visszaperelte a régi határt. De ha elmúlt a veszedelem az úton, volt még az ördögnek is erre egy gyalogösvénye. Mert tisztesség minden pártának, ha fényes, de hiába hímeznénk, hámoznánk, ami úgy van, úgy van, a bodoki lányból sose lehet egyéb, mint legfejebb bodoki menyecske. Más faluból való legény ide ugyan nem téved kérőbe, de még bodoki ember is, ha szerét teheti, idegen helységből hoz magának asszonyt. Olyan vékony itt a fehér nép erkölcse, mint a suhogó nád, koronája hajló, töve mocsárba vész. És ennek is csak váltig bizonyítom, az a kút az oka. Színes korsúikkal odajárnak a lányok, arra várják őket a legények. Az a savanyú kút az oka sok édes találkozásnak, sok keserű megbánásnak. Szifrán kiöltözve ropogó szoknyában, vegyesen, kacéran, nyilal a szemükben úgy húzódnak át, mint a pávák. Az ördögé már az, aki ezt az utat egy-két évig járja. Ott van, hogy ne is említsen vérklárát, Péri Juditot. elég abból a szerít gálmagda esete. Mert nem úgy volt ám az, ahogy Gálné az édesanyja hiszi meg beszéli. Az ilyen öregasszonynak már létre van a szívétől az eszéhez. Az ilyen pirulós, szégyenlős, hisz gyerek még a Magda. Bizony csoda esett, hogy úgy egyszerre rákapott a kúthoz való járásra. Akkor volt az, amikor csak a lókupecek tanyáztak a faluban, s itták az áldomásokat a kocsmában. A leghegy kép köztük valami sásgyuri, kik ki kijött ki az ajtó elé is, némelykor pedig útban találta a kis Magdát. Csinos fiatalember volt. Minden esztendőben megfordult itt egyszer, és a legjobb lovakat veszi össze. Néha tíz darabot, máskor nyolcvanat is. És erről lehetett megtudni, csinálnak-e, vagy se háborút az idén a királyok. Özvegy Télné mondja, hogy nagyon szemügyre vette azt az éretlen gyereket, a gálmagdát. Tegnap előtt este szóbeszédbe álltak, tegnap már be is csipkedte. Igaz, hogy Magda ráütött a kezére, de ma már összecsókolta, s az igaz, hogy rá sem ütött a szájára. No de a télné szava nem jár komolynak, kiválta Magdára nézve, mert nem olyan nevelés, sem nem olyan fajta, anyja is becsületes asszonyannak, spórázon tartja. Hanem hogy annyi savanyú víz fogy egy idő óta a háznál, az mégiscsak gyanús volt egy kicsit azon a bizonyos napon is háromszor volt Magda a kútnál. Nem volt oda hazamaradása, nyugta, ami a keze ügyén megfordult, mind visszájárul volt megtéve. Gálné asszonyom csak úgy szikrázott a haragtól. Már megint azt a korsót nyaggatod? Hova szaladsz már megint? Micsoda dolgod van neked örökösen annál a kútnál? Azt szeretném én tudni, hé! Lángba borult a kis Magda fehér arca, egy szót sem tudott volna kiejteni a világért. Veted le mindjárt azt az ünneplőködmönt. Enye te, erdei gyík, hogy mered azt a sejemkendőt a nyakadba venni? Hát hétköznapra való az tisztességes emberek gyerekinek? Hány le de mindjárt? Nem vettem én azt sem az alsó végnek, sem a felső végnek, hanem vettem az úrházába vasárnapra. Az úrnak teljék az ő szent kedve abban a sejemkendőben. Magda elpityeredett, s félénken reszketve hányta le magáról a ruhákat most pedig takarodja szemem elől, hanem azt mondom, összenetörd azt az új donatúj fehér korsót. Uram, én Istenem, ez már harmadik korsó húsvét óta, mert ha te azt a korsót összetöröd, vissza ne kerülj ide többé. De vissza ne jöjj, mert amilyen igaz, hogy én vagyok az özvegy, Gálné, olyan igaz, hogy összetöröm a csontjaidat. Hallod-e? Hely, vesd le még azt a csizmát is! Hosszú fekete hajából a sejempántlikát kifonta, a szép kis csizmát is levetette. Úgy mezitláb ment el, mint a zsellérlányok. lányok. Gondolkozott, hogy tán el se menjen, de azért mégiscsak elindult. Önkéntelen vitte ahhoz az áthozott kúthoz a lába, jobb, ha mondom, szíve. Alkonyodni kezdett. Csurióska a bakter éppen ott guggolt a falu végén a haranglábnál, csak azt várta már, míg a tiszteletes uram tehenei beérnek a csordával, mert ezeknek a megérkezésüktől függ vala az estének pontosan való elharangozása bodokon. Hova igyeksz el, kis Magda? Vízért, Jóska bácsi, hogy van kigyelmed? Köszönöm, hugocskám, hát csak úgy, hogy sehogy se legyek, még sohasem voltam. Az a legnagyobb bajom, hogy elvesztettem a pátrónusaimat, ezeket a lókupeceket, Elmennek, rebegé Magda akadozva, pedig érezte ő azt, hogy elmennek. Amott indulnak, né? Csak azt az egyet neheztelem tőlük, hogy az én lovamat nem vették meg, pedig olcsón adtam volna. Miféle lovát? kérdé Magda, de már tűkön állott. Hát az enyimet, Magdácska. A Szent Mihály lovát. Hehe, -he. azt kínáltam nékik. Hi, -hi, Hi Maga mindig bolondozik, Jóska bácsi, kiáltá oda a lány, s a legrövidebb kerülő úton a csillomék szérűs kertjén át futott ki a rétre a savanyúk úthoz. Mikor odaért, egy lélek sem volt ott. Kivette a szép fehér korsót a tarisznyából, a tarisznya madzagot odakötötte a korsó fülére, megcsörögtette előbb gyerekes ketfteléssel, aztán, mint szokás, nagy óvatossággal lebocsátotta. Bugyborékolt a víz, míg megtelt a korsó, de ő bizony észre sem vette, hogy megtelt. Szeme folytonosan az országúton volt. Már azóta ide kellett volna érni ők a kupeceknek. Vajon megösmeri-e Sás Gyuri az útról? Jaj, ha megösmeri, de jaj, ha meg nem ösmeri. Bizony megösmerte. Nem azért volt olyan kerek hamis szeme, hogy ezer lány közül is messziről ne lássa meg ezt az egyet. Az utolsó kocsin jött, megállította rögtön, s a kúthoz sietett. Éppen jókor jött arra, hogy feladja Magdi a korsós talisznyát. Szegény Gál Magdának reszketett a keze, sehogy sem bírta megkötni a mellén a tarisznyakantárokat. Nem is voltak jól fölszedve a hóna alatt. Sás Gyuri odanyúlt, megigazította, s ha már olyan közel járt a keze, egyúttal átnyalábolta azt a gyönyörű derekát, Vétek is lett volna elmulasztani. Jaj, össze ne törje a korsómat, vigyázzon, mert akár haza sem menjek soha többé. Azt szeretném én csak, bár soha nem mennél. Ne is menj, azt mondom, gyere velem, Magda. Ne beszéljen bolondokat, mert mindjárt itt hagyom. Magammal viszlek, ha akarod. Megbecsüllek, szeretni foglak, a szeret sem engedem rád fújni, s még a helyet is megfújom, ahova ültetlek. A szenvedély hangja, mintha viharos szél volna, a gálmagda arcát vérvörösre marta. Nem, ne beszéljen így, ne is szomorítson, magának már felesége van, mondták a többiek. Esküszöm, csak téged szeretlek, soha senkit még így. Elviszlek, olyan helyre viszlek, ahol senki sem tudja, ott élünk mi ketten. Ne kísértsen engem, Istenem, ne hagyj el! Láttam, te is szeretsz, hiába tagadnád, Gyere, no, ne reszkes, ülj fel szaporán a kocsira, senki sem látja meg. De Nini, micsoda bosszúság ilyenkor, itt jön rájuk szemben a tehén A gálék riskájának nyakán megszólalt édesen, ismerősen a kolomb. Éppen arra ő mellettük ment el a riska, s nagy szelít szemeivel olyan csodálatosan nézett Magdára, még ráncos nyakát is megcsóválta hozzá. Ni, a riska, riska! Haza engem a mi riskánk. S a lány erőszakosan kiszakítva kezét futott a riska után hazafelé. Hanem amint vagy száz lépés után odaért a legszélső csűrhöz, túl a veszedelmen, meg nem állhatta, hogy vissza ne tekintsen a szegény gyurira még egyszer, utoljára egyszer. És amint hirtelen megfordult, Istenem, Istenem, odaütötte a csűrből kiálló gerendához a korsót. Jaj, talán el is tört? Még észre sem vette, csak a gyurit nézte, csak a gyurit látta, Lilion két arcán a csókját érezte. Egyebet sem érzett, pedig a víz keresztül budjant a tarisznyán, átszivárgott az ingvállon, végig csurgott a szoknyácskáin. A vékon gyors vászon oda tapadt szép derekához, s annak az igazi formáját, színét mutogatta. Gyuri még mindig ott állt mélázónak útnál, és integetett neki, hogy jöjjön vissza. Ejnye, adta, adta. összetörtet fiam a korsót, szólalt meg egyszerre a háta mögött Gyuri bácsi. No, hiszen majd ad neked az anyád otthon. A derék férfiú éppen most végezte el a harangozást, s amint látta, hogy Magda ilyetten kapott a hátához, s egészen elhalványodik, megesett a szíve rajta. No, semmit se féj, én előre megyek és kiengesztelem az anyádat, mert ösmerem, hogy nagy sárkány ő kigyelme. Maradj el kicsit! Magda megállt, oda támaszkodott ahhoz a kiálló hegyes gerendához, melyen a korsót összetörte, s mereven, fátyolos szemekkel bámult, talán a semmibe, talán a csevicek út felé. Az esti szürkület lassanként leereszkedett a házakra és füvekre. Azok legelőbb odaengedték neki a színüket, aztán az alakjukat. Lehet nem is látta Magda, amint az az ember a kút felől egyre közelebb, közelebb jön feléje. Lehet, ha észreveszi, nem is várta volna be ott, de az se lehetetlen, hogy éppen csak őt nézte, őt várta. A szürkület azonban mindig barnább lett, Magdát is eltakarta, beburkolta. És nem oszlott el soha többé róla, fedi most is. Eltűnt nyomtalanul, híre hamva sincsen senki sem látta, senki sem beszélt vele többé. Szegény édesanyja évek óta siratja, s epeszti magát álmatlan éjszakákon, hogy ő volt az oka, tudhatta volna az a szelíd, ártatlan gyermek mennyire szívére veszi a fenyegetését. Egy hitvány korsó miatt nem mert hazajönni, világnak bújdosik. Ki hallott már ilyet valaha? Hely, az a korsó, az a korsó, az emberek nem szomorítják el még jobban, nem ellenkeznek vele. Pedig meg lehet, hogy nem is csupán a korsó tört el, és nem is az volt a gyenge. No, csak kár azzal a kúttal dicsekedni a bodokiaknak. Jobb volna bizony, ha behánynák, betaposnák földdel, hogy alant repültek, sok apró madárnak lett a temetője. Temetőnél rosszabb sok bodoki lánynak.